Becsomagolva sorakoznak a római sírkövek, szobortöredékek a Szavária Múzeum kőtárában, javában tart a felújítás. A Kubinyi programban elnyert 20 millió forintból nagyobb átalakításra ugyan nem futja, de így is látványos lesz a változás. A ráncfelvarráson átesett lapidárium június 29-én nyílik majd meg. A köveknek a megtisztítása és letisztítása megtörténik, a feliratokat újra gondoljuk és újraértelmezzük, a feliratoknak, a latin feliratoknak a feloldását is, és ennek értelmezését, és bizonyos tematikákat inkább hangsúlyba fogunk helyezni, és azok jobban észrevehetőek lesznek majd itt a kőtárban. És azt hiszem, hogy a nagyon fontos itt is, ugyanúgy, mint a képtár projektben, a megvilágítás. Itt is azt hiszem, hogy ez fogja megadni az egész kiállításnak a hangulatát. Több sikeres pályázat megvalósítása is folyik a múzeumokban. A Magyar Géniusz programban elnyert 80 millió forintból megújul a skanzen malom épülete, állandó kiállítást és múzeumpedagógiai foglalkoztatót rendeznek be. További projektek keretében pedig elfeledett népi mesterségek és régi gyümölcsfajok népszerűsítését tűzték ki célul. Május 18-a a Múzeumok Világnapja 1977 óta. A jeles nap a múzeumok szerepére hívja fel a figyelmet minden évben más-más tematika mentén. Idén Szombathely adta az ötletet, hogy a múzeumépületeket, alapítóikat és emblematikus műtárgyaikat kisfilmen mutassák be. Nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy honnan is indultak ezek a múzeumok, a századfordulón milyen gyűjteményeket emeltek be a gyűjteményi anyagainkban, és hogy nem is annyira felülről, tehát nem állami alapítása vagy városi alapítása múzeumokról van szó, hanem civil szervezetek hozták létre a múzeumainknak a nagy részét. És azt hiszem, hogy eztre megint érdemes ráirányítani a figyelmet, és hogy melyik múzeum, melyik műtárgyal tudja azonosítani magát. Rendezvényekből sem lesz hiány. A májusi kínálat régészetnapja az Ízeumban és mini tepsi fesztivál a Skanzenben. Az Éles Szombathelyt programsorozat, amely a városnak egyfajta új kulturális rendezvénye, ugye egészen május 20-ától szeptember 30-áig kínál minden hétvégére valamilyen kulturális, művészeti, turisztikai esemény. Ebből 41 programot a szombathelyi múzeumok biztosítanak, ami azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb. A Sziszi kiállítás a múzeum egyik legsikeresebb tárlata, már 3000-en látták. Több júniusi program is épül köré. Ferenc József királlyá koronázásának 155. évfordulója alkalmából előadás hangzik el a királyi média szerepéről, hársfát ültetnek Sziszi tiszteletére, és rendhagyó tárlatvezetést tartanak. Június 25-én a múzeumok éjszakáján megjelennek Erzsébet kedvenc ételei, ruhái, és itt lesz hasonmása is. A Bloomsday jó részt a múzeumi negyedben zajlik majd, és előadóüléssel tisztelegnek a Csernel család előtt. Több tárlat előkészítés alatt áll, például a Weissmann családról. Madarász Viktor festőművész hagyatéka a Schmidt Múzeumba, az arcplakát kiállítás miniatűr változata pedig a Schrammel gyűjteménybe érkezik. Augusztustól kezdetét veszi a TET című időszaki kiállítás sorozat, mely az 1968-75 közötti időszak kultúrpolitikáját mutatja be progresszív művészeti alkotásokon, kerámiákon és a velemi textilműhely alkotóin keresztül. Elhangzott az is, a múzeum 4 féle nyári tábort szervez, még lehet jelentkezni.